Don't eat this guy! Don't eat! Hey! Don't eat this guy! Miklós, fejezd abba! De Rény! Az! Magyarul! Szevasztok srácok, én Jan vagyok, mellettem BB. Sziasztok! Ez pedig itt a fülelő. Mai videóba, ne, most nem tudom, hogy ez mi lesz. Mert, hogy... Ha videót csinálunk, nem? Ha videót csinálunk, csak hogy amúgy sasoló, meg epekedő együtt. Mert hogy ugye arról van szó, hogy van itt nekünk egy Fox River zenekarunk, akik teljesen újak a magyar metal underground szcénában. Újak, így van. És ugyan egy dalt küldtek el nekünk, hogy nézzünk már rá, de aztán belengedték, hogy mindjárt megjelenik a második, mondtam, hogy akkor csapják már hozzá azt is, megnézzük premier előtt, ja. és akkor lesz belőle egy ilyen izé. Azt hittem a Google Drive termékén talajába szárba szökkent, aztán osztódott. Úgy. Pont úgy. Mit tudom, szóval, én? Hogy ha a Pentrint epekedőnek neveztük, ugye, akkor szerintem ez is egy ilyen epekedő lesz, csak... Sasekedő. Sosekedő. Az nem sose, sose. Ja, sosekedő. 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 Hát most nekem mindegy. Hát, na. Én sosekedek, nem tudom, hogy gondoltad. Sose na. Szoktam kenni. Kedni. Kedni. Így kedni. Van. Na és ugye az van. Jó. Szóval. Megint kezdi be. Szóval ugye az van, hogy itt a régi Just Another zenekar és a Heartless Aisha zenekarnak a tagjaiból, meg talán még egy-ketten álltak össze a srácok, Fox River-ré, és mivel én mind a kettő bandát eléggé kedveltem, mert mind a ketten elég jó kis muzsikát és kicsit hiánypótló muzsikát is csináltak így az idehazai underground szcénában, ezért én nagyon kíváncsi vagyok, hogy mégis egyesült erőkkel mire tudnak menni. Mire tudnak vanni? Jó. Let's see. Akkor nézzük először azt a dalt, ami már kim van, az Ördög lakat alatt című dalról beszélünk. Az nem rossz. És nem hosszú. Basszál. Gyerünk. Most múlt Igen, szabadon vannak értelmezve a rímek. Bocsánat. Elnézést! Egészségügyi technológiai szünet jött. Azt a... az megállt, bazd meg. Na! Carter esedés után Black, úgy van.
Hogy jött ez össze, gyerekek? Az is Black, aki boldog-boldogtalan értelem. Igen. Jó, hát az most már... Fajasik, ha fúj Black! Hogy szoktad mondani, hogy ez műfai követel? Meghozta a postás Havi Black-et. Nyug Black! Hogy a káoszt rendbe... Nem. Most, bocsánat. Hogy jó rímeket írhassak. Ja. Mondjál valamit. A gitárilag rendben van a cumó, eléggé. Gitárilag igen. Ja. Magyar szövegű modern metal, ugye megénekeltük 4600-szor. Van plusz egy a Fox Rivernek a személyében. Olyanok a sánta rímek, mint a sánta a lépcsőn, nyek. Amit a mindenen keresztül, elmondtam, azt itt is tartom. Igen. Vagy legyen koncepció az, hogy totálisan nincs rím, vagy akkor csináljuk rendesen, mert ez, hogy akarunk rímet tenni bele, csak mégse sikerül megtalálni a megfelelő párokat, ez egy kicsit olyan... Sánta. Toldozott, foldozott hatást kelt. Igen, már ezt a mindenen keresztül elneveztük sánta rímnek. Igen. De most olyan Teddy sem mondtad ki egy falkasházi toldozott. Mindig régen a falakat holgáztam. Így van. Régen. Régen. Honnan régen volt a Lidisztájának akkor, amikor én még ott ajánló. Itt a rétel játszottam. Nyúlva vadász. Bocsánat. Mikor utoljára nyúlva vadásztam itt a mezőn, még a Honnan régen volt a Lidisztájának. Ne kanyarodjál el. Szóval, igen. A szöveg az kicsit félárbócos, én is kicsit azt éreztem. Csak a lémek terén kell rendet lakni. Aztán nem lesz losz. Kösz, hogy jöttél majd. Aztán ledobhatjátok a padlóla. Padlóla, le. A pallóla. 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 Szóval, ja. Nyilván úgy szól, ahogy egy ilyen zenének szólnia kell. Nem lennék meglepődve, ha Simi csinálta volna. De ha nem, akkor már más is tud ilyet, az is jó egyébként. De továbbra is azt mondom, hogy a gitár az eléggé rendben van. De rendben van, azt szent igaz. A basszus dob alá játszik, és nyilván az éneknek van alá szentelve minden. Nem rossz az ének, döccen a szöveg, ennyi. Pont azért, ennyi. Pont azért tűnik föl ennyire, mert az éneknek van alárendelve minden. Ha, így van, így tanult van. Kollégám is mond, ugye remekül. Na, és akkor most menjünk szerintem tovább a... Másikla. A másikla, a Fekete Mélek című dalla, ami... Szeretném kérni a Foxy-ben, a Fekete Mélek. Ami még nincs kin, amikor most ezt fölvesszük, úgyhogy tök exkluzívba megkaptuk. Ami kin, az van benn. Abba hagyom, ígérem. Valaki lője már le, én nem akarom, mert akkor egyedül maradok, de... Ha más lelövi, legalább lesz kit hibáztatni. Na. Aztán majd így a sikátolba odaadod neki a pénzt. Igen. Istenem, na nézzük a Fekete Mérget. Erről, ha minden igaz, egy lirik videónk lesz. És... Na, itt megjön az elektronika. Vagy a fekete mom, része. Dadorászás a lopogédus tud segíteni. Lopogédus? Lopogédus. A kleptomániáni. Az, igen. Átjött. Jókó. Kár, de átjött. Lassú a számsérasszik, de átment ez a lényeg. Na. Ez
kollégát elvesztettétek, srácok. Én továbbra is azt tartom, hogy a gitármunka az teljesen király. Azt én is! Jók ezek a dallamok, érted? Aha, csak... értem. Viszont szép a videó. Igen. Pedig a dallamok tényleg kurva jó. Csak az, hogy nincs benne egy érkézláb rím, az olyan szinten vágja tarkón az egészet, hogy visszafordul, érted? És ja, visszamászik. Igen, igen. Tudod nekem mi jut eszembe? Hogy az Anti-Fitness Club meg az AVS. Ez a kettő. És tudod, mi a közös ebben a két zenekarban? Hogy az Őrs meg a Molnár Tomi Magyarország vezető szövegírói voltak. Vagy még most is azok, ugye, amelyikép. És egyelőre nálam itt bicsaklik a Fox River. A szövegeknél, srácok. Uh-huh. Nem tudom, hogy ki írja őket. Vagy az van, hogy írja őket már. Hát, nyilván ez tök szubjektív, tehát megint ezt fogjuk megkapni, hogy nem mondjuk már meg, hogy mit csináljanak mások, nem mondjuk meg. Javaslatokat teszünk. Igen. Szerintünk lehet, hogy érdemes lenne mással megnézetni, vagy legalább lektoráltatni, vagy én nem is tudom. Vagy tényleg mondjuk kipróbálni egy dalt, hogy egy dalt más ír meg, és akkor, hogy az hogy működik például, mert tényleg itt a szövegeken döccen a legtöbb minden. Vagy mit tudom én, írja az, aki eddig, csak próbáljon ilyen rímeket belevinni. Igen. Mert a képek, amiket használ az illető zömmel, ugyancsak nem rosszak. Uh-huh. Igen. Csak... Nekem meg tudod, bocsánat, mi jutott nekem eszembe? Mondd. A régi idők. Amikor még hamar kibukott, hogy valakinek van-e érzéke írni a szavakhoz, a megformáláshoz, a képek megformálásához, a rímfaragáshoz, vagy nincs. Ja. Régen ez nagyon hamar kibukott. Igen. Manapság már, amikor tényleg minimális feltételek kellenek ahhoz, hogy az ember megpróbálja kibontakoztatni, amihez ért, vagy azt hiszi, hogy ért, ezek, hogy mondjam, nincs már meg ez a szűrő. Aha, igen. Tehát manapság sokkal könnyebb előállni akármivel. Régen rang volt, hogyha megjelenik egy versed, egy mit tudom, irodalmi labban. Ma mit csinálsz? Fölbasszod a citátum.hu-ra, érted? Azt ott van. Igen, igen. Tapsolnak hozzá négyen vagy öten, írják kommentet, hogy hú, de tök jó, és akkor az illető elhiszi, teszem azt, hogy tud verset írni. Pedig nem. Ja, értelek. Régen ez teljesen más volt, és szövegírás terén kell a legnagyobb erősítést beletenni a Fox River-nek, mert a többi az nagyjából jó. Illetve még egy dolog, a Végre című szó, mint kikényszerített rím, azt felejtsük el. Tehát az nem. Az a tipikus olyan,
mikor nem jutott semmi más eszembe, de ki kell, hogy jöjjön a szótag szám, még basszuk oda a végére, és ez nem csak nálatok, ez a zenekarok 97%-ánál. Lásd már végre, vedd már végre észre, meg, tehát ezek olyan szinten tönkrevágják az egésznek az atmoszféráját, meg a koherenciáját, meg mindenét gyakorlatilag, igen. hogy egyszerűen nem is tudom, de tényleg az a legjobb, hogyha olyan előadókat, meg olyan szövegírókat hallgat az ember, akik tényleg jók ebben. Tehát, hogy Csongor, Bálint, Siklósi, Őrs, ki van még, mondjál még. Nagy Viktor. Nagy Viktor, nagyon-nagyon Nagy Viktor, Kovács Krisztián, így igen. van. Igen. Tehát egyszerűen nem tudom. Ennyi. A legrosszabb egyébként ezekben a kikényszerített rímekben, amit Jamis említ, hogy tényleg olyan hatás, hogy tényleg képes tarkon baszni egy egész dalt lényegében, mert olyan hatást kelt, hogy megelégszel a fél megoldásra. Jó lesz az úgy, mindegy. Igen. Jó lesz az a igen. parasztoknak, tudod? Igen, tehát igen, most igen. Nyilván nem ez jár a fejetekbe, de ilyen hatása van. Hogy nem törekedtek a maximumra, hanem csak legyen odafirkantva valami, aztán jó, a dallam úgyis elviszi. Igen, csak az igazán jó daloknál minden együtt van. És törekedni kell arra, hogy minden együtt legyen a lehetőséghez mérten. Annyira gazdag a magyar nyelv. Kizárt, hogy csak ilyen basszus, érted? Tehát most az, hogy itt volt itt van ez a két dal, amiben alig volt rím, ott volt a Mindenen keresztül, három vagy négy dal alig volt rím, de volt egyszer fenn, egyszer le, mindegy. Igen. Annyira kurva gazdag ez a magyar nyelv, akkor használjuk már ki, ha egyszer már tényleg művészetet végzünk, ez annyira hülye, ez művészetet végzünk. Igen, érted? Kicsit az. De most hogy, nem tudom, hogy fogalmazzam, bocs gyerekek, csak nagyon sok minden van a fejemben, hogy akkor csináljuk rendesen. Ne elégedjünk meg a fél megoldásokkal, mert ezzel az a gond, hogy ez ott marad, ezt megőrzi az internet. Igen. Hiába fogsz te mondjuk 4-5 évvel később olyan szöveget írni, hogy mindenki eléd borul, és azt mondja mindenki majd, hogy te vagy az új Molnár Tomi, most érted, uh-huh. mondtam valami. Igen. De akkor is ott fog ez maradni, és nem fogod tudni levakarni magad. Rengeteg nagy zenekar görcsölt így régi időkből még, amikor analóg felvételi módszerek voltak, hogy szólhatott volna jobban is a lemezük, csak beleszartak, vagy nem kaptak elég pénzt a kiadótól, és a pályafutások késői szakaszában geci sokszor elmondják, hogy nagyon vakarózunk miatta most már, de hát mindegy, akkor ez volt, akkor amaz volt, akkor mit tudom én. Igen, tehát ez veled marad. Nekem tudod ki, nekem mindig a Gremma jut erről eszembe, akik ugye az első lemezt azt tagadják. Nem tagadják, csak nem szeretik. Mert hogy az még nagyon elhamarkodott volt, és még nagyon fiatalok voltak, és stb. És ha jól tudom, az nincs is fönt például Spotify-on. Tehát ott talán nincsen minden rendben, ne kezdődik a diszkográfia. De melyik volt az első? Hát a... Tudja tököm mi volt? Annyira. Azt hiszem annyira volt a címe. És hallottam én róla. Mindegy, ügyesen titkolták előlem, bár én soha nem is voltam se punk, se grammás. Igen. Szóval nem akarom tovább ismételni magam, mert már csak az lenne, amit szerettem volna, elmondtam. Viszont, hogy pozitív csomaggal zárjuk, igen, amúgy az énekdallamok, meg a gitárdallamok, meg a dalok felépítés, az mind rendben van, meg jól is szól a cucc, meg minden. Tehát, hogy... Tegyük hozzá azon a téren sincs túl sok egyediség a csapatban. Nincs, tegyük de... is rögtön hozzá, de nincs vele gond. Tehát az műfaji standardeknek tökéletesen megfelel. Így van. Meg végre egy olyan csapat, aki nem azt csinálja, ugye, hogy hörgős verze tiszta refré, hanem itt legalább az ének dominál. Igen. Tehát ez például egy kicsit jó. Ennyi. Jó lesz ez szerintem. Egyértelmű, tehát minden zenekartagnak ugye ott vannak a régi dolgai, amikből tud építkezni, meg vannak az alapok, tök jó lesz ez, csak ki kell fornia magát. Igen. Szerintem, ha jól emlékszem, kb. Egy évet csinálják a srácok így együtt, úgyhogy nyilván fog ez még alakulni. Igen. Alá kell dörrenteni. Így van. Írjál, iratkozz el, dörrents alá! Írjál, iratkozz el, forrad fel a róka! Miért? Mert fogsz. Az már biztos. Az már biztos. Írjál, iratkozzál Mulder, vagy mi a faszt mondjak? Fasz Mulder, de jó.
Ez jó, ezt tetszik. Akkor írja, iratkozzál Mulder, na. Szevasztok, srácok. Sziasztok. Várj egy picit. Várom. Egy szíves. Megdugtad? Meg. Jó. Örülök. Ó, oh, Mulder! Hát dugták az ufók, de ezek tamáskodott. Oh, yeah.